ma rendezzük meg a Budapest Nemzetközi Cirkusz Fesztivált. Nívójának köszönhetően a világ legrangosabb cirkuszfesztiválja közé tartott számon a Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztivált. Most pedig kérem engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, a cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztost, aki nem csak a megálmodója, hanem a rendezője is a hatnapos esemény sorozatnak. Kulturális államtitkár zsebei mindig kulturális kincsekkel vannak tele, most sem jöttem ides kézzel. A Nemzeti Múzeumból kértem kölcsön egy 1848-as huszárcsákot. Miért volt ezt? Egymásra figyelés, kitartás, hősiesség, majtársiasság. Csupa-csupa olyan dolog, ami egy huszárt jellemez, és hogyha végigkövetem a cirkuszi artistáknak a munkáját, az életét, a gyakorlását, ahogy élnek, ahogy dolgoznak, akkor pontosan ezeket a tulajdonságokat vélem feltételezni. Egymásra figyelés, egymásért akár életre szólóan is ott lenni, segíteni, kitartás, és persze hősiesség, hiszen az életünkkel játszanak. Szóval tisztelt Hölgyeim és Uraim, kössék össze ezt a két gondolatot, amikor mostantól huszárokra nézzenek, jussanak eszükbe az artisták, és amikor egy artista produkciót látnak, akkor jusson eszükbe a Nemzeti Múzeum. Amelyet december 10-i keltezésre írta, és amelyben az szomorúsággal bejelenti, hogy a 2022-es évi január végére tervezett Monte Carlo-i nagy világcirkuszfesztivál Covid-helyzet miatt elmaradt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, második év, hogy a világ a legnagyobb cirkuszfesztiválja nélkül maradt, Monte Carlo-ban jövőre, januárban nem lesz fesztivál. És akik a világban a cirkuszművészettel foglalkoznak, tudják, tudták, hogy a világ első 3-4 nagy fesztiválja között ott van a Budapesti Cirkuszfesztivál, rögtön Monte Carlo előtt. Szándékosan az én elődeim ide pozícionálták, hogy akik a tengeren túlról érkeznek Európába, azok először Budapestre, majd utána Monte Carlo-ba menjenek. Most az a Covid-helyzet, az a Covid-helyzetből adódó szituáció, hogy nincs Monte Carlo, felértékelődik Budapest. Akik nem tudnak Monte Carlo-ba menni, azok eljönnek Budapest. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a világ Magyarországra fog figyelni 2022. január 12-e és 17-e között több mint 100 cirkuszigazgató, cirkuszi menedzser, cirkusziskola vezető igazgatója érkezik Budapestre. Egymás után cseng a telefon és veszem föl a híreket, hogy akik kimaradnak Monte Carlo-ból, ők megkérdezkednek Budapestre, de már nagyon kevés a hely, hiszen egy fél évvel ezelőtt már lekötésre kerültek azok a műsorszámok, amelyeket megmutatnak a közönség. Ugye hogy néz ez ki, tisztelt Hölgyeim és Uraim? Az úgy néz ki, hogy a világban vannak nagy fesztiválok, az artisták pedig készülnek arra, hogy a fesztiválokon bemutassák a tudásukat. Hiszen ott tudják először a legjobbat, a legnagyobbat megmutatni, oda gyűlnek a menedzserek, akik aztán majd szerződtetni fogják őket. Én magam is járok nagy fesztiválokra, ahova meghívnak a zsűribe, ahol látom a legújabb számokat, és ahol aztán meghívást tudok eszközölni, hogy a tulajdonos kultúrban később felülhessen. Ahogy ezt önök megszokhatták, több mint 20 éve folyik két évenként a Budapesti Cirkuszfesztivál, a világ legjobbjai érkeznek ide, valóban a legjobbak, de ez majd Lézer József szakmai vezető barátomnak a asztala, majd ő fog beszámolni arra, hogy milyen produkciók lesznek. Amire én kérem önöket, hogy figyeljék a hírét, hogy ahogy Magyarország valamennyi kulturális intézményvezetője igen nagy felelősséggel és igen nagy fegyelemmel működik a járvány idején, betartva a járványügyi előírásokat, most jelenleg, ami éppen érvényben van, az maszkhasználat, védőtávolság, fokozott higiéniai viszonyoknak a megteremtése. Úgy a fővárosi nagycirkusz is fokozott elővigyázatossággal figyel arra, hogy akik beérkeznek, akik bejönnek a fővárosi nagycirkuszba, az ő egészségükre vigyázni tudjuk.
A járványhelyzet alakulásával én úgy látom, hogy Magyarország jól áll, talán elértük a tetőzést, talán nem jön egy újabb hullám, hogyha az átoltottsági agitációt, a harmadik oltásra való felhívást még erősebbé tudjuk tenni, akkor biztosíthatom önöket, hogy a fesztivál megtartásra kerül. Addig is vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra, és kérem vigyék a jó hírét, hogy január közepén a világ cirkuszi közönsége Budapestre figyel.